Sziasztok! Szép délután mindenkinek! Szia, Henry! Hello! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez az 5. Csóri szalon. Gyorsan megkérdezném, hogy ki az, aki még nem volt Csóri szalonon, és nagyjából nem tudja, hogy mi ez. Akkor gyorsan elmondom. Aki meg már volt az előző 4 valamelyikén, tőlük elnézést kérek, mert mind a 4-szer ez megtörtént, ami most fog megtörténni, de igyekszem jól összeszedni. A vírus alatt volt időm kicsit olvasgatni, és véletlenül találkoztam egy Csóri Sándor verssel. Nem ismertem korábban Csórit egyáltalán. Kérdezték volna, akkor ilyen gyerekversekhez asszociáltam volna, meg valami népi, természeti vonulathoz, de nem ismertem őt. És találkoztam egy versével, az a címe, hogy Szőlőhegy háború előtt. Az imádságháború után Adi versnek egy parafrázisa. És ennek a versnek az utolsó sora az, hogy visszhangot keresek, és társakat, hogy éljek. Ez így nem olyan sokat mondó ez a sor, de én azt éreztem, hogy semmi másra nem vágyom az életem hátralévő részében, csak erre. Visszhangot keresek, és társakat, hogy éljek. És gondoltam, hogy akkor Csórival lehet, hogy van valami lelki közösségem, még akkor is, hogyha ezt nem tudom, és elolvastam az egész életművét a vírus alatt, és készítettünk belőle egy előadást. Nem csak általában azért csinálunk előadást, mert van valami mondandunk, vagy valami fontos kérdésünk, amit szeretnénk főleg a generációnkkal megosztani, vagy feltenni, hogy ha esetleg minket néz valaki, akkor inkább arra nézzenek, amerre mi nézünk. De Csóri ennél több volt. Ő egy olyan, és az ő gondolatai, hát nem akarok demagóg lenni, de azt hiszem, hogy most nincs ilyen ember Magyarországon. Jó lenne, ha lennének Csóri Sándorok, vagy legalább ő. És ezért én fontosnak tartottam őt továbbvinni. Tehát elkészítettünk egy előadást, pont ezen a színpadon próbáltuk hónapokon keresztül. Párbeszéd sötétben címmel megy, de az örökösök, Csóri Sándor örökösei, az özvegye Balogh Júlia felajánlotta, hogy ha van még valami ötletem, hogy hogy lehetne az ő gondolatiságát továbbvinni, akkor gondolkozhatok. És én arra gondoltam, hogy felkérek 10 olyan alkotót, akik engem nagyon inspirálnak, új, olyan hang a művészetben, ami hangot én is keresek a színházban, és így vagyunk most itt, Henry Gonzóval, aki a Fran Palermo frontembere. És nekem így első hallásra így semmi azonosságot nem találok Henryben és Csóriban. Ezért aztán engem külön is inspirált az ő találkozásuk. És akkor innentől Henry át is adnám neked a szót. Egy közös dolog biztos van bennünk Henryvel, hogy mind a ketten utálunk interjú helyzetben lenni. Nagyon. És így a negatív hátha kihoz egy pozitívat. De akkor onnan menjünk, hogy felhívtalak, vagy írtam egy e-mailt. E-mailt. Írtam egy e-mailt, e-mailt kaptam. Hogy lenne ez. És akkor innentől tiéd a szó. Most mit csinálják? Na, jó a kérdés. Hát azt csinált, Harry, hogy mi, tehát, hogy mondott-e valamit az, hogy Csóri, örültél neki, ez egy napon belül a 35. ilyen e-mailed volt, ami idegesített. Ja, nem szerettem az e-maileket, sem a telefonhívásokat, sem semmit, amikor általában, mostanában. De ennek az e-mailnek kifejezetten örültem, mert még gimis koromban volt egy nagyon-nagyon jó irodalomtanárom, egy nagyon fiatal srác volt, Bala Istvánnak hívták, és engem, nem tudom, szerintem mi nagyon, nagyon bírtuk egymást, és ő beírattad, vagy benevezett, vagy hogy mondjam, valami vers megzenésítő versenyre, vagy nem tudom micsoda. Volt egy ilyen, még szerintem 9-es vagy 10-es lehettem, ez ilyen 2010 környékén volt. És hát meg is zenésítettem valami. Azt hiszem Radnóti megzenésítés volt, és én azokat így
megcsináltam, de aztán lusta voltam, és nem mentem el a versenyre, mert és akkor meg nagyon haragudott rám emiatt. De egyébként egy ilyen hobbi szinten ez így elindult, és meg is maradt nekem, bennem. És aztán, amikor te írtál ezzel kapcsolatban, akkor már azt éreztem, hogy egyébként most pont egy magyar nyelvű lemez írok, hogy jó, ez érdekelni fog ez a projekt, és elkezdtem olvasni a Csórinak a verseit, meg ilyesmit, és azt éreztem, hogy nagyon sok olyan sor van benne, meg olyan mondani valók, amiket kár, hogy nem én írok magamtól, és úgy voltam vele, hogy azután, az e-mail után egy ilyen pár perccel meg is találtam azt a verset, azt a dalt, vagyis hogy azt a verset, amiből dalt csináltam. És ja, itt tartunk most. És te kicsit kitérnénk a tágabb aspektusra, hogy te félig vagy kubai? És nekem mind a ketten szüleim Kubában születtek, meg éltek, és nagymamám a magyar vonal, magyar szár, aki még a régen, tudom, még a kommunizmus idejében ő kiköltözött oda a nagypapámmal együtt, és ja, de én meg Budapesten születtem. Azért kérdezem ezt ilyen bénán, vagy ilyen beletrafálva, mert akiket eddig fölkértem, nekik valami nagyon mély kötődésük van a magyar kultúrához, de neked legalább olyan mély lehet a kubaihoz, már csak hogyha, vagy nem is csak a kubaihoz, hanem az egész karib világhoz, és ezekhez a ritmusokhoz, és hangszerelésekhez, és tempóhoz, ami titeket igazán a te lényeden kívül kiemel szerintem a könnyű zenei szférából. De hogy az a kérdésem, hogy neked mit jelent? Tehát ha arra gondolsz, hogy magyar kultúra, vagy a magyar nyelv a te életedben, az akkor mit érzel, mivel a feladatod, vagy mi hozzá kötődésed? Hát a magyar kultúrához. Hát én itt nőttem fel, szóval nem kevesebb vagy több szerintem, mint bárkinek, aki itt nőtt fel. És nekem az én családomon belül legszorosabb kapcsolatom az a nagymamámmal van, aki ő a magyar szál a mi családunkban. És hát minden, amit tőle tanultam, igazából az inkább a magyar kultúra volt, mint a latin világ. Viszont ettől függetlenül szinte ugyanúgy hatódok meg, nem tudom, egy régi, nem tudom, kubai számon, vagy egy magyar népzenén. Szóval ez így megoszlik bennem, de egyik sem kevesebb. És van benne közös? Nem hiszem. Nem, szerintem nem, és szerintem ez nem is baj. Van inkább ilyen elvágyódást okoz, vagy ilyen ide-oda vonzódást. Mindig amiben vagy, ahhoz képest a másikhoz vonzódsz? Igen, hogyha éppen szarkedvem van, akkor inkább a magyar irodalmat, vagy zenét, melankóliát. Igen, szeretem. Ez egy 10 milliós probléma. ha meg éppen, nem tudom, jó kedvem van, akkor meg előjön belőlem a latin vér, vagy minek nevezzem ezt. A nagymamámban például benne, ezt így magának találtak így projektként, hogy ő Santiago-ban laktak Kubában, ez ott délen van. És hogy
hogy ő magának kitalálta ezt a projektet, hogy a spanyol nyelvhez ő így közel fog állni, és igazából szerintem nála, talán nála indulhatott el az, hogy az ő saját kultúráját, meg ilyesmit, azt így megosztotta. És néha például rajta keresztül azt érzem, hogy ő néha nagyon vonzódik, nagyon-nagyon szereti ezt, meg ő szeret nekem spanyolul írogatni, vagy spanyol dolgokat küldeni, pedig egyébként ő magyar, de hogy néha meg szereti utálni is, hogy nem tudom, hogy vannak dolgok szerintem, amik hozzá nem állnak annyira közel. És hogy került ki Kubába? Hát úgy, hogy amikor kommunizmus volt, akkor az én nagypapám, aki matematikusként dolgozik még mindig, Budapestre jött tanulni, meg azt hiszem volt Moszkvában is előtte, és ők így találkoztak itt, és utána nagypapám visszament Kubába, és ott dolgozott, és hát a nagymamámmal együtt mentek, és akkor ott éltek jó sokáig. Aztán, amikor anyukám nagyon fiatal korában terhes lett velem, vagy zongoratanár miatt a Zeneakadémián, aki az apukám, akkor a nagymamám már úgy volt vele, hogy ennyi latin kultúra viszont nekünk nem kell, és akkor a nagymamám azt úgy döntött, hogy anyukámat felrakja 17 évesen a repülőre, velem együtt a hasába, és én meg, engem meg itt ledobnak. És eddig, most én most már körülbelül 10 éve hallgatlak titeket, és eddig angol nyelven énekeltél főleg, és volt a Holdvilágos éjszakán, ami így kiugrott az életműből. Minden eddigi barátnőm az az egy dolog volt, amit jobban szeretett hallgatni, mint engem. Hát igen, mert azt nem én írtam, hanem ez egy feldolgozás volt. És mi vitt át egyrészt arra, és mi vitt át most a magyar nyelvre? Hát úgy emlékszem, hogy az is a nagymamámhoz és anyukámhoz kötődik, hogy azt így énekelgették nekem, és ilyen altatókat énekeltek, amiket én nagyon-nagyon szerettem, és ahhoz egy ilyen nagyon, nagyon szoros emlékeim és kötődéseim maradtak így azokhoz a dalokhoz. És aztán én is tovább énekeltem másoknak. Nekem van 4 nálam kisebb testvérem, és én nagyon sokat vigyáztam rájuk, meg ilyesmi, és én is mindig ezeket így előadtam nekik, és valahogy az a, nem is tudom, ilyen vigasztalásszerű nyugalom, amit ezek azok a szövegek és azok a dalok és ezek a melankolikus szövegek nekem adtak, azok nagyon-nagyon belém égtek, és nagyon fontosak lettek számomra, és de mégis nekem van egy zenekarom, amit Fran Palermónak hívnak, én ott valami teljesen mást csináltam zeneileg az elmúlt 10 évben kb. Ami meg inkább energikus, dinamikus, rock'n'roll, zsivaj, ilyesmi. És valahogy eddig még nem adtam teret annak a műfajnak, ami ez például, hogy a Holdvilágos éjszakánt, amikor feldolgoztam, csak valakik meggyőztek arról, hogy ezt vegyem már fel, adjuk ki, mert hogy ez az eredeti dal egyébként egy ilyen vicces táncdalszerű. Én nem is tudtam, hogy ez ilyen, nem is tudom, ilyen szinte kánkán, vagy nem tudom. De hallottad az eredetit? Nagyon fura. Én bennem úgy, nekem úgy volt meg, mint ahogy azt én hallottam én családom belül, és azt hittem, hogy ez úgy is van. És akkor ezt így felvettem, és később egyébként, ahol most tartok, hogy most egy magyar nyelvű projekten dolgozom,
Az, hogy már azt felvettem korábban, az így valahogy adott egy ilyen megerősítést azzal kapcsolatban, hogy amúgy ezt az emberek sokkal jobban szeretik, mint amit én kitaláltam, és akkor lehet, hogy ezt ki kéne próbálni, hogy én írok ehhez hasonló szövegeket, és hát tavaly januárban kezdtem el dolgozni egy magyar nyelvi projekten, amiből már az első dalok most március végén megjelennek, Az, amióta mondtad, hogy nagymamád énekelte a holdvilágos éjszakán, kedesténként. Ugye ez a szövege, hogy holdvilágos éjszakán? Nem biztos, hogy énekelte, de én úgy emlékszem. Sok mindent énekeltek, de valamiért nekem anyukám meg a nagymamám itt eszembe róla. De ilyesmi dolgokat. Igen, nagymamák, ha beszélnek, akkor is kicsit énekelnek. Nem? Jaja. Nem tudom neked, milyen a nagymamád. Igen, ő szeret beszélni. Meg hát már régen énekelt nekem, de régen sokat, úgy emlékszem. Na, csak eszembe jutott, hogy ennek az a szövege, ugye, hogy holdvilágos éjszakán miről álmodik a lány, és ez azért rockstar kompatibilis, mert nekem azt énekelt a nagymamám, hogy egyszer egy hétpettyes Katica bogárka elindult megnézni, mi van a világban. Lehet, hogy ezzel nem tudtam volna akkora kört menni, mint te. Spotify-on. Ezzel nincs ez a hangszerelés, ami ezt megoldja most. Rámentél magyarokra, és akkor térjünk rá Csórira. Hogy választottad ki, vagy mi csapott meg? Beírtad a Google-ba, hogy Csóri Sándor. Igen, így találtam meg. Nem volt fenn az egész életmű a polcodon? Hát az első linkre rákattintottam, és görgettem egy kicsit, elolvastam sok mindent, de hogy nekem az eddigi munkásságomban is így a tenger szó, meg ilyesmik, az egy ilyen nagyon, nagyon vonzó téma volt mindig, mert nem tudom miért. De hogy én nagyon-nagyon sokáig nem láttam világot, hogy mi sokan voltunk testvérek, a szüleim mondhatni művész szülők voltak, vagy ilyesmi. Anyukám ő balettozott, és apukám meg zeneakadémián tanított. De soha már a Balatont se láttam meg semmit, de hogy éreztem, hogy nekem van valami közöm talán a tengerhez, vagy ilyesmi. És aztán, amikor én kis kamasz voltam, akkor az első pénzemből így el is mentem Barcelonába, és meg is néztem magamnak, és azóta is bármikor, amikor megtehetem, akkor ezt megnézem, és akkor a Csórinak ez a verse, a Játék a tengeren, amit én megzenésítettem, azzal úgy voltam, hogy ez nagyon, nekem nagyon tetszik. Abban benne van az elvágyódás, és az a nem is tudom mi, szabadság, vakáció érzés, ami nekem talán a gyerekkoromban hiányzott nagyon, és azt éreztem, hogy ez nagyon-nagyon szépen megfogalmazza, és benne van közben egy szerelmi szál, ami nekem nagyon tetszett, és ezért választottam azt a verset. Képzeled, hogy Kuba volt a kedvenc országa, és igen, többször is volt Kubában. Rá is jöttem. Neki van egy Creol Rumba nevű könyve, azt hiszem. Lehet, ezt most nem. Amit kerestem, és meg is találtam valami antikváriumban. Igen. De nem, mármint nem, valami linket találtam, nem tudtam megvenni, valaki elvitte. De igen, hogy ez tök érdekes, mert Hemingway jutott eszembe, aki szintén nagy Kuba fan volt.
Én is voltam pár éve Kubában, életem legrosszabb utazása ilyen volt. Meséltem? Hát valószínűleg nem, már nem azt adja, mint mondjuk a 60-os, 70-es években. Nagyon, nagyon szörnyű körülmények vannak. Én abban nőttem fel, hogy apukámat egyébként ilyen 5 éves koromban ismertem meg kb. Addig kellett gyűjteni a pénzt arra, hogy őt ide lehessen hozni, meg hogy meg lehessen oldani azt, hogy eljön onnan. És hát ő nagyon vicces dolgokat mesélt, meg, és aztán később meg tudod így, ott vagy kisgyerekként, és nézed, ahogy apukád telefonál Kubába, amik mindig ilyen nagy esemény volt, hogy bazd meg, most hívom Kubát, és jó, akkor ezt nézem. És mindig így néztem, hogy ja, és akkor most adja a telefont, úristen, ne add, nagyon izgulok. Mit mondja, kinek? Nagymamának, akit soha nem láttam. És ja, hát meg, és ők mindig olyan kedvesek voltak, és ők mindig azt hitték, hogy itt nagyon rossz, itt nagyon szár, mi meg azt tudtuk, hogy ott sokkal rosszabb. És amikor apám idejött, akkor ő mesélte nekem azt, hogy ő 30 éves volt pont akkor, amikor idejött, télen, és mokaszínba jött meg, valami mintás ingbe, így mesélte. És az emberek röhögtek rajta a repülőn, hogy te bazd meg, nem tudod, hogy itt tél van, hogy itt szét fogsz fagyni, meg nem tudom. És nem lesz semmi. És hogy az ő családja nem akarta őt elengedni, mert mondták neki, hogy figyelj, odamész, ott nincs ott semmi, hogy ott nem lesz semmi, hogy ott nincs az, ami itt van. És apukám, amikor idejött, akkor borzasztóan meg volt hatódva attól, hogy bement egy ilyen valami üzletbe, és látott egy ilyen hentes pultot, vagy bármit, és így nézett, hogy úristen, és mindent lefotózott, és el akarta küldeni Kubába a családnak, hogy lássák, hogy itt, basz meg, itt van kaja. És anyukám nem engedte neki, mondta, hogy nem, ezt nem szabad, mert nagyon, nagyon szomorúak lesznek, és hogy semmiképp ne küld el azt, hogy itt mit lehet megvenni a CBA-ba, mert jobb, hogyha azt nem tudják. És hogy kanyarodtunk ide? Kuba. Milyen Kuba, és milyen volt régen? Igen, és emlékszem, hát amikor én még kicsi voltam, akkor még nem volt mobiltelefon, meg bedobósból nem lehetett Santiago-ba vagy Havannába telefonálni, mert az drága lett volna. Úgyhogy anyukámmal azt hiszem, hogy a nagykövetségre jártunk így telefonálni. És akkor így emlékszem, van valami ilyen kép, ami így beleégett az agyamba, hogy ott vagyok egy helyen, ahol mindenki spanyolon beszél, és anyukám mondja, hogy most felhívjuk apukámat, és megmondjuk neki, hogy mi van. És ez az érdekes. Meg nagyon fura, hogy ez, nem tudom, 20 éve volt kb. Nem, kicsit több, mint 20 éve, de 20 éve még az egy megtervezett dolog volt, hogy felhívsz valakit, aki Kubában van. És én nem éltem ott sosem. A legkisebb húgom élt ott valameddig, de ő már nem élhette meg azt a romantikát, amit szerintem mondjuk a Csóri belelátott Kubába. Őt inkább az zavarta, hogy Havannában van egy tér a belvárosban, és ott van wifi, de máshol nincs. És az őt, szerintem ez őt zavarta. Igen, ott én is wifiztem már. Igen, de ott kiülnek az emberek az utcára, és ott tudnak telefonozni. Igen, valaki segített, valaki rábeszélt, hogy menjek el Kubába, mert hogy most még kicsit olyan, mint régen, és ha most nem megyek, soha nem fogom így látni. És akkor összegyűjtöttem pénzt, hogy elmenjünk a Pannával, volt párom a Kubába is. És mondta ez, aki segített összerakni az utat, hogy kettő dologról nagyon figyelj. Az egyik, hogy nincsen Buena Vista koncertot.
Ne hidd el, mert minden kapujába fognak szólni, hogy ma este itt Buena Vista koncertet. Ne hidd el, mert nincsen, nincs már. Meg is halt már az Ibrahim Ferrer régen, ne menjetek Buena Vista koncertre. Másik meg, hogy fogják mondani, hogy Szivar Fesztivál van aznap. Ilyen, azt fogják mondani, hogy National Holiday aznap, és féláron van a szivar. De ne vegyetek féláron szivart, mert nincs ilyen, hogy National Szivar Holiday. Na, megérkeztünk a kéthetes túra első napján. Szerintem fél órája vagyunk Havannában. És mondja, hogy szigár, szigár? Nézzük meg, hát úgy is kell majd vennünk valamikor szivart, ha megyünk Kubába. Jó, megmutatja, mutatja, hogy ez nagyon finom illatú, hát nyilván nem értünk hozzá, elhisszük. Mondja, hogy it's National Holiday, half price. És mondom Pannának, hogy figyelj, ez most fél áron már, most vegyük meg, ez csak ma van. De hát Hasi, pont ezt mondták nekünk tegnap, hogy ezt fogják mondani, és ezért. Mondom, nem, hát nézd már ezt a csávot, nem verne át minket. Vettünk egy ekkora doboz szivart fél áron. Az, hagyjál, az volt benne rossz, hogy azt két hétig cipelni kellett. Így, de ezzel a dobozzal aztán tovább mentünk ugyanebbe az utcába, ahol találtunk iszonyat nagy mázli, pont aznap este volt Buena Vista koncert, abban a külvárosi utcában. Tehát ha már egyszer van Buena Vista koncert, akkor vettünk jó drágán két koncertjegyet. Szóval Buena Vistán is voltunk egyből első nap. És ilyen ebben a hangulatban mentem végig Kubán. Na de vissza Csórihoz. Megtaláltad a versedet, és elkezded prezentálni, vagy még dumálnál róla? Hogy ülsz hozzá? Hát, nézd, van benne néhány kedvenc sorom, de nem tudok verset elemezni, meg ilyesmi, szóval... Ez nem, Isten őriz. Ilyesmit ne várjál tőlem. Nem, Isten őriz, nem. Remélem senki, de hogy... Van benne egy elképesztő pozitív és gyönyörű mondat számomra, ami az, hogy és mert éltél, örömömben én a tenger arcát megcsókoltam. Még az, és mert éltél, örömömben én a tenger arcát megcsókoltam. És szerintem pont az a sor egyébként, amit a legbénábban mondok ki, amikor ez így megvan zenésítve, de közben meg az számomra egy ilyen annyira katartikus, hogy nem tudom, megszázis mondat, hogy ebben annyira szépen van számomra megfogalmazva az a szerelem, amit én elképzelek, hogy ő megélt akkor valahogy. Meg annyira tudom ezt így vizionálni, hogy... Vizionálni, vagy te is ezt élted meg? Szerintem éltem meg ilyet, jó. És ez nagyon jó, amikor az ember ilyesmit meg tud élni, hogy másnak az életének ennyire örül. És ja, szerintem ez nagyon-nagyon szépen van leírva, és nagyjából az egész vers ilyen. Ez így kerek. Szerintem ez így a verselemzés, az igazából nem egy létező műfaj, csak egy reflektáljak rád. Mert az önmagában, ha megzenésítesz valamit, az már egy vers elemzés. És hogyha a szöveg és a zene nem találkozik, akkor azt szerintem 100-ból 99 ember érzi, hogy rosszul lett elemezve. Meg a vers amúgy sem szöveg szinten működik, meg szöveg szinten él, ahogy a zene sem. Tehát az valószínűleg úgy is lehetne mondani, hogy a legérvényesebb elemzés talán a zene, vagy valami ilyesmi. Igen. Megmutatod? Uh-huh. Segítsek valamit? Csak ennyi. Ennyi volt. Kápó, úgyhogy egy kicsit mélyen fogom ezt énekelni. Hogy legyek kápód? Mi? Legyek kápó? Ja, nem kell. Ezek nem voltam.
Nem. Első szóval volt ilyen kicsit fura érzésem, mert a bujócskáztunk, szóval ezzel kezdődik. Azt éreztem nehezen megzenésíthetőnek. Mit csináltam bujócska, hogy ez ilyen fura szó, hogy így nehéz belerakni egy dalba, vagy nekem annak tűnt, de aztán összejött. Bújócskáztunk víz alatt, gyöngyvető bolondos halak. Csapkodtál felém kezeddel, szempilla verdeséssel. Szerelem volt neked a tenger, fölzaklató világ. Nyitott szemeden úsztam el, de láttam még utánam nézel. A zöld folyók mind oda folytak, a kék folyók mind oda jöttek, és hasad lebegő szigete alatt ölelőztek. A vízbe fúltakat feledték, s a szennysodródó rakományát. Csípőd köré, mint Isten gyolcsát, az egész tengert rátekerték. A föld csak emléknek maradt, házaival s köveivel. Vékonyka hajszál volt a part, valamelyik nő hagyta el. A narancsvörös sátrak is, mint a kápázat karikái, vagy mint izzó gömbmadarak, kezdtek az időn kívül szállni. És tisztátalan sóval a számon, a vízről énekeltem hosszan. És mert éltél örömömben, én a tenger arcát megcsókoltam. Hullámok habszarvú bikái hozták a napot közelebb. Vállamra álltál, hogy elért, s mire elérted, este lett. Halak úsznak éjjel álmodban, az ablakunkon bejött a víz. Két mellett kincs volt, gyöngykavics, s mire felhoztam, fuldokoltam, 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 fuldokoltam. Az még egy nagyon-nagyon jó sor szerintem benne, hogy tisztátalan sóval a számon. Úgyhogy ez
Wow. Nem? Nagyon. Jó lett, nagyon. Nagyon köszönöm, Harry, megcsináltad. Remélem, neked is van benne örömöd. Van, persze. Most kicsit izgultam, de amúgy... Fú, én is. Mármint, hogyha Fran Palermóban a zenekarommal játszunk, akkor soha nem izgulok. Vagy hogyha szólóban felépen, akkor sem, de... Hogyha magyarul kell énekelni, akkor valamiért szoktam. Meg hogyha van kamera, akkor az nagyon ki vagyok. Jó, hát most majdnem több, ami néző. Igen. Szóval szokhatjuk. Olyankor szoktam. Jó, és ha, tehát most ez a szóló verzió, és hogy tágítanád, vagy hogy bővítenéd ki? Hogy hallod ezt rendes dalnak? Hát, amit én még beleképzelek, az ilyen vonós eszközök. Most legutóbb, amikor az új projektemre, a magyar nyelvű sztorira meghívtunk két roma srácot, akik Svájcban meg Bécsben dolgoznak ilyen komoly helyeken vonósként, akkor úgy meghatottam, hogy hát ezt minden számba bele kell rakni, mert ez annyira jó. És engem most az ilyen filmzenék mindig is nagyon inspiráltak, viszont ebben a projektben kifejezetten ki tudom ezt élni. És megint visszacsatolok valahogy a spanyol vagy latin kultúrához. Alberto Iglesias például, aki egyik kedvenc filmzene szerzőm, aki az Almodóvar filmeknek szokta mindig csinálni a zenéit. Ő neki nagyon szeretem az ilyen diszonáns, borzasztó, melankolikus, vonós témáit. És például egy ilyen vonós négyest így belehallok, vagy bele képzelek. De sokkal többet nem tudom. Még maximum valami tengerhangot így alá lehetne rakni. Nekünk úgy van vége a csóri előadásunknak, hogy a basszus szóló kiszáll, és ami bennmarad effekt rajta, reverb, az átúszik egy ilyen tenger elmossa az előadást, és teljesen véletlenül alakult így. Ezt nagyon, nagyon szerettem, már sokszor előttem, de van nagyon sok ilyen elmentett papagáj hangom, meg tengerhang, meg mindenféle ilyen dolgok. Sőt, régen még, amikor az utolsó, régen, két éve, másfél éve, amikor Frankelleóban laktam, Frankelleó utcában, szomszédban volt egy ilyen tó, és ott, amikor lement a nap, előjött 500 ezer béka, és mindig koncerteztek. De annyira, hogy minden ajtó becsukva, és még egy 30 méterrel én odébb is laktam, de én éjszaka dolgoztam általában, és amikor én éneket fel akartam venni, akkor így felvettem a fülhallgatót, bekapcsoltam a mikrofont, és mi faszom ez a hang? Azt mondom, kurva békák belehallatszódnak a mikrofonba, és nem hittem el. És volt olyan szám, amihez direkt kimentem, és mikrofonnal felvettem a békákat, mert nem tudták abba hagyni, és bele kellett vágni a számba, hogy ott a békák is benne vannak. És, ja, és tengerhangot is, meg ilyesmi, meg nagyon szeretem a más városoknak a zaját, mert tök más a szirénának a hangja, mondjuk Barcelonában, mint Budapesten, mást használnak. És ez nekem mindig tök érdekes, akkor így felveszem, és aztán belevágom valami számba. Egy jó kis barcelonai sziréna. Szirénás szám. Tök más. A busz is máshogy áll meg az autók is máshogy dudálnak. És ez nem tudom, nekem az ilyen kedves dolog. Van egy ilyen DJ-szerűség, akit nagyon szeretek. A jó Istennek se fog eszembe jutni most a neve. De ő ilyeneket csinál, egy mix Tel Aviv, mix Barcelona, és tulajdonképpen YouTube-ról válogat össze az adott városoknak hangulatait, és azokból csinál sketcheket. Vannak ilyen videók a YouTube-ban, hogy 12 óra, nem tudom, Tel Aviv zaj. És akkor csak így a mikrofon a belvárosban, ami felveszi azt, hogy ott
ott éppen milyen hangok vannak. És eddig melyik volt a kedvenc zajod? Ott a barcelonai mentőautó szirénáját például szerettem, mert szerintem ez érdekes, meg a párizsi. Párizs? Uh-huh. Igen, ott is üvöltenek a szirénák. Ha egy kicsit megkompresszálod, leveszed a magasat benne az EQ-ban, akkor így, meg egy kicsi vízhangot raksz rá, akkor egész jó. Párizsban eszméletlen fura élményeim voltak mindig. De most nem kezdem el sorolni, csak így hirtelen kimondtad, hogy Párizs, és ezzel volt egy 2-3 nap, amikor a 30Y-nak a Rubik Ernő című számának az első perce, az egy zongora szóló a Sárközi papától, és csak azt az egy percet hallgattam repeatelve napokon keresztül, és azzal szórakoztam, hogy a Louvre előtt a nagy murvás, kavicsos téren, teljesen random, volt kezemben grafitszeruza, és felveszek egy követ, és addig nézem, amíg meg nem látom, hogy mi van ezen a kövön, vagy mi ez a kő, és rárajzolom, és ezeket feladtam postám, akkor még Debrecenbe jön. A követ feladtam postán, amikor Debrecenbe játszottam, és azon a művész néven adtam föl, hogy Sol Kim Esquivo, ami a nevemből, a Vecsei Miklósból így ki lehet rakni, és én teljes realitásnak gondoltam ezt, hogy én 30-40 a debreceni társulat tagjainak, és ez is a csattanó a történet végén, hogy ezt senki nem értékelte. A köveimet. Igazából tulajdonképpen ez volt. Kicsit a grafit el is mosódott. Szerencsére viszonylag hamar valaki írt nekem, hogy ne küldjek neki követ. És ezért rájött, és merő, mire hozzáért. Ezt egy másik követ várt lehet. Mástól várt követ, igen. Pedig neki pont egy nagyon frankó bagyot csináltam, csak elmosódott. Nagy követségnek kellett volna. Nagy követségnek, igen. Nagy kövekség. Igen. Ez jó. Lehet, hogy még egy kör, akkor ebben van. egész le voltam lombozódva 7 évvel ezelőtt, de most új lehetőséget adtál. Cserébe most Frank Byron-t fogok hallgatni, és nem valami szükszorban. Rohadjanak meg. Az orosz nagy követségnek küldjünk pár követ. Ja. Oké, ez... Mi a fasz van? Igen. Jó játék volt. Nem csak nagyon, életemben először éreztem azt, hogy ha elszállok egy olyan világra, ami gyönyörű, akkor teljesen fölösleges, mert senki nem fog velem jönni. És ez egy egészen új típusú tapasztalás volt. Azt hittem, hogy elég, ha egyedül eljutok oda, de rájöttem, hogy kell hozzá még legalább egy ember, és nem kő. Szóval ennyit Párizs zajairól. És ezt akkor körbe is jártuk. Az lenne a kérdés sem felétek. Most mertem kinézni másodjára. Kerry segített. Nem igaz, csak hülyéskedek. Hogy kinek lenne kérdése Harryhez? Vagy Csórival kapcsolatban, vagy a zenésítésével, vagy vele, vagy az ajokkal? Nagyon a májával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy mindenkit meggyőzni, és de van. Nem tudom, kimehetek? Nem fog itt bezörögni? Továbbadnád mögötted ülőnek? Köszönöm. Szóval, hát ez nem nagyon működik, vagy de működik? Jó, szuper. Szóval üdvözlök mindenkit, azt hiszem, és bennem így az, szóval bennem az merült fel, hogy így sokat meséltél a szüleidről, és hogy nekem ezáltal az jött le, hogy az ő kapcsolatuk az nem volt annyira átlagos, mint szerintem az itt ülőknek az nagy részének, mint egy ilyen szülői kapcsolat, és hogy szerinted így az ő személyiségük és az ő kapcsolatuk milyen hatással volt rád így érzelmileg, vagy így az egész életedre, vagy hogyan, vagy hogy volt-e hatással akár így a szerelmi életedre, vagy a kapcsolataidra az, hogy így a családoddal milyen kapcsolatod volt, vagy nekik milyen volt. Az ügyvéddel jelenlétében válaszolni. Kamerát kapcsoljuk ki, nem szeretném, hogy ezt láss, valaha lássák, nem, hát... Hát nagyon sok melankólia volt az ő kapcsolatukban számomra, sőt annál még ezt lehetne szomorúbban is kifejezni. Viszont volt benne egy nagyon-nagyon elképesztően erős szerelem is, ami
azt hiszem, hogy anyukám részéről volt számomra inkább kifejezhetően látható. Tehát én, anyukám 17 éves volt, amikor én megszülettem, és az a szerelem, amit én rajta láttam, hogy ő évekig dolgozott, és minden pénzét arra azért tette félre, vagy arra tette félre, hogy én láthassam az én apukámat is, hogy őt ide tudja hozni, az egy nagyon inspiráló, meg szép dolog volt, és azt hiszem, hogy ezt a hőszerelmes típusságot ezt én is örökölhettem így emiatt, vagy hogy ezt így talán eltanultam. Mondjuk én még nem dolgoztam ilyesmiért, hogy nem kerültem ilyen helyzetbe. Nem szerencsére. Még nem gyűjtöttem senkire. De hogy... hát nem tudom. Hát a dráma műfajon azért elég korán találkoztam életemben. Addig egyébként, még én mondjuk apukámat nem ismertem, négy nővel éltem együtt, aki a nagymamám és a három lánya, meg egy nagy papagáj, és az nagyon boldog, nagyon szép időszak volt. Utána találkoztam egy-két furcsább dologgal, az már apukám személye volt. Még az nekem egy nagyon más világ volt, amit ő hozott, de hát ő is más-más dologra számított szerintem. De hogy... hát... ez vicces, ezt mindig szokták mondani, főleg a színészek, nem, hogy én nem akartam színész lenni, én nem akartam zenész lenni. Én nem akartam zenész lenni, focista akartam lenni, de kapus voltam sokáig, de nem voltam olyan jó. Inkább, ha rám esett a labda, akkor valami csoda történné. Inkább szerencsém volt szerintem. De úgy voltam vele, hogy hát, mint amivel mindenne voltunk mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogy abból, amit én igazán szeretek, abból nem lehet megélni. És akkor úgy voltam vele, hogy választok egy másik dolgot, amiben nem lehet megélni. És akkor az a zene lett, ami azért volt, én azért kezdtem el zenélni, mert amikor még 7. osztályos voltam, alsós, akkor gyűjtöttem egy csomó pénzt egy Vans cipőre, ami nagyon menő volt akkoriban, egy ilyen béna slip-on cipőre. És nekem volt először az iskolában, és ez úgy jött össze, hogy az öcsémmel ketten, ő segített nekem, anyukám pénztárcájából minden nap loptunk egy pár száz forintot, és valahogy fél év után így összejött a 8000 forint, és nem is azt, amit én kinéztem, de hogy egy másikat sikerült csak, de már annyira siettem, hogy muszáj volt. És a nálam egy évvel idősebb évfolyam annyira felnézett rám emiatt, hogy be akartak venni a zenekarba, úgyhogy nem is tudtam gitározni. Mert nekem jó cipőm volt. És úgy voltam vele, hogy volt egy ilyen ki mit tud a suliba, és ők meggyőztek engem arról, hogy ezt három akkordos számot el fogunk adni. Keresztény suliba jártunk, és keresztény dalt adtunk elő. És... biztos jó, mert igazából a gitár van otthon. És apukám egyébként gyerekkoromban anyukám tanított zongorázni, még 3 éves koromban szerintem jobban játszottam, mint most. És utána volt ilyen, hogy apukám tanított gitározni, volt egy ilyen kisebb gitárom, de én sose gyakoroltam rajta, mindig, ha jött haza, akkor csak így rászorítottam az ujjaimat a gitárom, hogy azt lássa, hogy itt be van itt mélyedve, és hogy én gyakoroltam, minden oké. De engem nem érdekelt. Én csak fociról voltam elfoglalva. És hát, ja, szóval jött ez a Ki mit tud 7-be, 2007-be, ahol jó cipő miatt nekem be kellett szállnom egy zenekarba, a tornateremben elő kellett adni valamit, és amúgy nem is adtam elő, mert lázas lettem, és otthon maradtam. De meg elkezdtem gitáron tanulni, és utána hát amilyen ízlésünk volt akkoriban, az inkább vicces, mint amilyen most. Még Green Day-t hallgattunk, meg nem tudom mit. Ilyen-olyan skatepunk dolgokat gördeszkáztunk, és hát a Bravo magazinban szocializáltunk kb.
De később kaptam egy ajándékba egy lemezt egy barátnőmtől, ami ilyen térzem volt. Meg találkoztam a Beirut nevű zenekarral, akik már tango, harmonikát, trombitát, csellót, hegedűt, zongorát, ilyesmiket használtak, és akkor így nagyon, akkor volt egy revelációm, kinyílt a szemem, és egyszer csak megváltozott az ízlésem nagyon, és elkezdett érdekelni a zene és a hangszerek, és az, hogy minél hülyébb hangszereken tanuljak meg. Mert akkoriban egyébként mindenki ezt a négy tagú zenekart csinálta. Három gitár, meg egy dob, vagy maximum egy szinti. És úgy voltam vele, hogy ha én nem ezt csinálnám, akkor lehet, hogy ha nem, ugyan nem állnék be ebbe a sorba, akkor lehet, hogy jobban működne, vagy hogy azzal be lehetne futni. És kb. Így is lett. De hogy utána elindult, kialakult bennem egy nagyon nagy szenvedély a hangszerek iránt, és akkor találtam egy tangóharmonikát, mint barátaim nagymamájától kértem kölcsön, és akkor már a padláson mindenkinek volt, csak az én nagymamámnak nem, és add már ide, és akkor így éjszakáktól, így korán reggelben nyúlóig nyomtam a vizét, a harmonikát, meg a YouTube-on néztem, hogy how to play akkordion, és aztán mi van? És aztán így emiatt tanultam, meg trombitán később, meg klarinéton, meg mindenféle dolgokon. És én engem ez sodort a zene irányába, és főleg a filmzene egyébként, mert én mindig filmzenei, mint onnantól, hogy már tudtam, hogy engem ez érdekelni fog, én filmzene írással szerettem volna kifejezetten foglalkozni, és már csináltam is néhányat, még nem érzem azt, hogy életem legjobb filmzenés projektje megtörtént volna, de például most egy színházi darabon dolgozok. Kaptam egy ilyen felkérést, hogy a 80 nap alatt a föld körült meg kéne zenésíteni, és az is nagyon érdekes téma számomra, mert ott ugye a világot körbeutazzák, és ott mindenféle hangszerelést ki lehet próbálni. És ja, hát erről, hogy én hogy találkoztam a zenével, és bár nem akartam zenész lenni, mert nekem azt mondták, ami egyébként nem igaz, hogy ebből nem lehet megélni, meg hogy ez szívás. Ezért is így indultam el ezen az úton mégis. Kaptál választ a kérdésre? Kicsit. Kicsit elkanyarodtam, bocs, de... Kérdés még valaki? Esetleg? Persze, még durvábbat próbálj megkérdezni. Bocsánat, nem akartam durva kérdést feltenni. Én csak viccelek, ne ja, jó. Neved magad. Szóval, egy kicsit így el eszembe jutott egy ilyen nagyon nagy kérdés, de hogy így nem jutott eszembe korábban, hogy ez miért jutott eszembe, csak így el akartam mesélni azt, hogy én először a Harryt akkor láttam, amikor még évekkel ezelőtt benne volt egy ilyen dalfutár részben, és hogy igen, másfél éve volt kb. Igen, és hogy én azelőtt, szóval mondtad, hogy ugye pár ilyen filmzenét volt, és hogy egyrészt az, hogy így én a fonót láttam, amiben tudom, hogy a Frank Palermónak voltak dalai, és hogy így az időszak neked milyen volt, vagy hogy milyen neked... Szóval, hogy milyen filmzenét készíteni, és a másik pedig az, hogy a dalfutárt azért mondtam, mert hogy ott említetted, hogy amikor fiatal voltál, akkor elmentél Londonba zenélni, és hogy arról tudnál mesélni egy kicsit. Most ez sok kérdés, de akkor kezdem a FOMO című filmmel, aminek főcímdalát meg néhány dalát írtam. Én iszonyatosan boldog voltam, amikor a Hartung Attila barátom az első nagy játékfilmjére felkért engem, hogy én azt csináljam meg annak a zenéjét.
De én más képzeltem el, mint amit ő elvárt tőlem, vagy szeretett volna tőlem. Tehát én azt hittem, hogy na, akkor én most eljátszhatom azt, hogy én vagyok a Thomas Newman, vagy az Alberto Iglesias, vagy a Hans Zimmer, vagy valami. Nem tudom, ismeritek ezeket a filmzeneírókat. És én abban a hangszerelésben, meg abban a világban gondolkodtam, de hát nekem a referenciám az a Frank Palermo volt a zenekarom, ami indie, rock and roll, nem tudom, stílusban mozog, és ő meg arra gondolt, hogy olyan számokat, mint amilyen számokat eddig írtam, olyat csinálok. És akkor mondtam, hogy ja, oké, tehát akkor mégsem az van, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem azt csinálom, amit a rendező elvár tőlem és szeretne. És bár nagyon-nagyon sokat vártam egy ilyen lehetőségre, nagyon valamiért borzasztóan frusztrált voltam miatta, mert azt éreztem, hogy most ez igazából nem tudom miért, de nagyon sokat szorongtam rajta, hogy nem tudom, nincs ötletem, nem lesz jó, meg milyen lesz a film, lehet, hogyha a film nem lesz jó, akkor nekem lehet, hogy ciki lesz, vagy nem tudom, így túl gondoltam mindent, de és halogattam, amennyit csak tudtam. És akkoriban Párizsban laktam így tudom, volt egy ismerősöm nyitott ott egy helyet, nekem megengedte, hogy én ott lakjak fölötte, mert nem fölötte, hanem mögötte egy kukák mögött volt egy ilyen kis izé, nem is szoba, hanem egy ágy, igazából így a bár mögött. És emiatt így folyton kijártam Párizsba, és akkor ott így zenéltem is, és ott gondolkodtam azon, hogy mit kéne ezzel a helyzettel kezdeni, és mennyi időm van hátra, és hát nem volt időm hátra semmi igazából. És aztán úgy történt, hogy egy nappal a leadás előtt a repülőn hazafele menet, feldudoltam valamit telefonba, és aztán hazamentem, és ezt felvettem, és az lett. Az lett a filmnek a zárószáma, és utána meg a filmnek a nyitószámát, azt még emlékszem, azt meg úgy találtam ki, hogy fogorvosnál voltam, és éppen gyökért kezelt nálam, és nagyon, nagyon kába módon sétáltam haza a körúton, és azt meg akkor találtam ki. És akkor felhívtam a rendezőt ilyen fejjel, hogy valakit, aki találtam, nagyon jó lesz. És azt így írtam meg. És utána, hát igazából az a projekt úgy nézett ki számomra, hogy 2-3 hónapot szorongtam, és akkor utána az utolsó napon megírtam mindent. És ja, ez például, hogy nem is mi is volt még a másik kérdés? Ja, igen. Valamiért én úgy szocializálódtam, meg olyan helyzetekben nőttem fel, hogy folyton bennem volt az elvágyódás. A keresztény suliból, meg a családi helyzetekből, és a többi, és a többi. És akkor én kitaláltam, hogy én amikor leérettségizek, akkor csá. Akkor én elmegyek és megnézem a világot, és ez így is történt. És hát a Londonban utcazenéltem főleg, mert jelentkeztem egyetemekre, mert azt találtam ki magamnak, hogy én ha külföldre költözök és a zenével akarok majd foglalkozni, akkor nekem közönség valahonnan kell. Úgyhogy emiatt jelentkeztem egyetemre, nem azért, hogy bármit tanuljak, hanem hogy kialakuljon egy társaság körülöttem. És fel is vettek, grafikára jelentkeztem sok helyre, és valami csoda folytán mindenhova felvettek, és akkoriban, akkor még 18 éves voltam, akkoriban már írtam reklámzenéket tévének. És volt egy ilyen nagy reklámzeném, amiért nagyon-nagyon sok pénzt kaptam volna, amivel úgy gondoltam, hogy ezzel így egy évet mondjuk, vagy egy-két évet így le lehet így viszonylag stabilan hozni, akár Londonban is. És akkor így emiatt kimentem, mert pont volt egy ilyen melóm, és ezt leadtam.
Viszont ez a reklám soha nem került adásba, mert nem készült el valamiért, és engem nem fizettek ki. És én a felélt pénzemet elszórakoztam a nyáron, és aztán úgy találtam magamat, hogy na most már le vagyok égve, de Londonban vagyok, mit csináljak? És egyébként is utcazen éltem, mert engem valamiért nagyon, nagyon vonzott mindig az, hogyha utcazenést láttam, aki jó egyébként. És meg kamaszkoromban itt Budapesten is utcazenéltem sokat, abból kerestem meg magamnak a zseppénzemet, meg ilyesmi, és azt mondtam, hogy ettél 15 éves koromban kb. Otthonról elindultam, úgyhogy jártam a saját útjaimat, és hát azt a pár számot, amit tangó harmonikán tudtam, azt játszottam itt-ott. Először a várban játszottam életemben, aztán rájöttem, hogy ott amúgy senkit nem érdekel ez, és akkor lementem az aluljárókba is, és úgy voltam vele, hogy hát Londonban szerintem ebből még sokkal több pénzt lehetne csinálni, és ez így is volt. És ezzel voltak nagyon-nagyon szép élményeim, nagyon kedves emlékeim, és borzasztóak is, mert azért amikor jön a hideg, akkor annyira nem nagy ötlet. De, ja, szóval Londonban igazából, ami ott velem történt, az, hogy a naivitásomat, azt ki kellett nőnöm pillanatok alatt, és rá kellett jönnöm, hogy az élet az piszok drága lesz nekem, hogyha úgy szeretném élni, ahogy azt kitaláltam. És egyébként ott az időt utcazenéléssel, meg csavargással töltöttem főleg, és a barátaim is, akiket ott megismertem, ők vagy ilyen utcaszobrok voltak, tudod, aki áll Jimi Hendrixnek öltözve, vagy nem tudom, ilyenekkel lógtam, én meg, és akkor meg volt ugye külön-külön a helyünk, hogy ki hol szórakoztatja a népet. Volt egy Mr. Bean hasonmás ismerősöm, aki tényleg ugyanúgy nézett ki, mint a Mr. Bean, és azt csinálta, hogy áll is ő a Mr. Bean a South Bank-en, a Temze partján. És viszont nagyon, nagyon melankólikus voltam akkoriban, és nagyon sok számot írtam úgy közben. Néha csak improvizáltam, és azokat, amiket ott így nekem, én a metróban játszottam, amit nem benne a vagomban, ahhoz szerintem egy kicsit több önbizalom kell, hogy az ember bemenjen oda. Így. Tehát nem kéregettem, hanem volt egy nagyon szép folyosóm, ami a Trafalgar Square-en volt, és én ott játszottam a metróhoz vezető alagútban mindig, mert ott egy nagyon jó vízhang volt, meg nagyon szépen ki lehetett használni a teret. És ott néha nem jött senki, akkor csak így pötyögtem. És nagyon sok dal született, amit így telefonra, hangjegyzetre felvettem, és aztán úgy voltam vele, hogy ezt nagyon jó lenne felvenni stúdióban, és akkor visszajöttem Budapestre, hogy ezeket felvegyem. És mikor már fel volt véve, akkor úgy voltam, hogy ezt már elő kéne adni valakiknek, és emiatt azóta itt vagyok, hogy ezt csináljam. Harry, elérkeztünk a végéhez, azon a merénylet, hogy létszi búcsúzó játsz le még egyszer a csórit. Jó. Kösz. Nagyobb ellenállásra számítottam ez így. Jó. Oké. De nem. Tudom a szöveget, csak most picit izgulok, és azért így a biztonság kedvéért itt leraktam. Szóval. Nincs hangoló a kétenek? De van, csak lusta vagyok, ezt használni mindig.
Szeretem, hogyha egy kicsit hamis. Akkor velem jobban lenne. Kiss is ezt mondja, hogy egy kicsit mindig aláhangol. És... Kiss Richard meg te? Meg én. Igen. Ketten így vagyunk közel. Bújócskáztunk víz alatt, gyöngyvető bolondos halak. Csapkodtál felém kezeddel, szempilla a verdeséssel. Szerelem volt neked a tenger, fölzaklató világ. Nyitott szemeden úsztam át, de láttam, még utánam nézel. A zöld folyók mind oda folytak, a kék folyók mind oda jöttek. És hasad lebegő szigete alatt ölelőztek. A vízbe fúltakat feledték, s a szennysodródó rakományát. Csípőd köré, mint Isten gyolcsát, az egész tengert rátekerték. A föld csak emléknek maradt, házaival, köveivel. Vékonyka hajszál volt a part, valamelyik nő hagyta el. A narancsvörös sátrak is, mint a káprázott karikái, vagy mint izzó gömbmadarak, kezdtek az időn kívül szállni. Tisztátalan sóval a számon, a vízről énekeltem hosszan. S mert éltél örömömben, én a tenger arcát megcsókoltam. Hullámok habszarvú bikáin hozták a napot közelebb. Vállamra álltál, hogy elérd, s mire elérted, este lett. Alakulsznak éjjel álmodban, az ablakunkon bejött a víz. Két mellett kincs volt, gyöngykavics, s mire felhoztam, Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Neked külön köszönöm. Örülök, hogy együtt voltunk, köszönöm, és örülök, szépen, hogy megcsináltad. További szép napot, még a napsütést eléritek. Sziasztok!